Sokat hallottam a Petrek Mirotól a jégborról, és akkor hát mindig mondta, hogy hát aki hosszabb ideje foglalkozik szőlészettel, saját részre is készít rendszeresen bort, azt mondja, biztos, hogy mindenkit húz a kíváncsiság, hogy milyen is az a jégbor, hogyan is tudna elkészíteni, meg ehhez hasonló. Hát ez történt én velem is, hogy kóstoltam 4-5 helyen is jégbort, és hát valóban nekem így tetszenek a desertborok is, szeretem a édeskésborokat. Hát ez meg a desertboroknak a egyik legkiválóbb borfajtája. Hát hozzá, és akkor így utána néztem a irodalomba is, interneten is. Hát valóban a legrégi írásos emlék a jégborral kapcsolatban 1020-as, 30-as évekre megy egészen vissza, de semmi különöset nem ír róla, csak említve van a jégbor. Amiről aztán már van bővebben írva, az 1829 és 30-as évek Németországban a német szőlészek hattak bizonyos mennyiségű szőlőt a tőkéken, hogy a télen a madaraknak legyen eleség. Na és meglepően annyira hideg volt, hogy a madarak valahogyan elköltöztek arról a részről, és egész tavaszig megmaradt a szőlő, és hát úgy sajnálták, hogy hát otthanni leszették. És akkor lepődtek meg, hogy mennyire finom bor készülhetett bele, kis mennyiség természetesen, de nagyon megtetszett nekik, és attól kezdve aztán egy-két szőlész Németországban kezdett vele foglalkozni. De úgy nagyon nem terjedt el. A osztrákok ügyesebbek voltak, és 1950-es évektől kezdve Ausztriában a borászok, nagyobb szőlősgazdák ebbe üzletet láttak, és nagyobb területen kezdték készíteni a jégbort. Magyarországon és a környező szőlőtermesztő országokban 1970-es, 80-as évekre vezethető vissza, ahol kezdett elterjedni. Sőt, most már minden országban, így nálunk is megvannak, a bor törvénybe bele van foglalva a jégbor, mi tekinthető jégbornak. Tehát lényegében az, hogy legalább 3-4 napon keresztül -7-8 fok legyen, vagy ettől még alacsonyabb legyen a hőmérséklet, és ugyanis ezen a fokon a szőlőbogyóba a víz megfagy, és lényegében a víznek egy kis része, ami tartalmazza még a cukrot, ami kötődik a cukorhoz, ez préselődik ki. Hát általában decemberben is ma lehet jégbort készíteni, amikor jönnek első, vagy volt olyan év, hogy ma november végén jöttek ezek a fagyok, de viszont a szőlészek, akik ezzel ma többivel foglalkoznak, mondják, hogy hát nagyot is lehet ezen bukni, mert elég egy ősszel, vagy december elején volt már a példa, egy hetes eső, egyszerűen lecsorog az egész fürt a tőkékről. És hát így döntöttem én is, hogy hát szép termés volt, nagyon egészséges termés volt a 2016-os évben. Hát mondom, valamennyit megpróbálok. 80 tőkén rajtahattuk, persze nem egyszerű megvédeni a madarak ellen, de bevetettünk mindent, lényegében függönyön van nekem ez a szőlő, függönyrendszerű, lehálóztuk a függönyös szőlőt, akkor ilyen madárjesztőköt, műsást, ilyen nagy gömböket raktunk ki, ami imitálja a sasnak a szemét, és ugyanakkor vettem még két madárriasztó, ami utánozza a ragadozó madaraknak a hangját.
Ez mindenre kis területtel összpontosítva volt, és mondhatom, hogy egyetlen egy fürtön nem lehetett látni, hogy madárkár lett volna. A másik meglepetés az volt, hogy olyan egészséges volt a szőlő, január 6-án Boldizsár napkor szüreteltük. Olyan egészséges volt, hogy egy rohadt fürt nem volt benne, nem volt penészes benne, semmi ilyesmi. Leszedtük a szőlőt, másnap akartuk volna kipréselni, másnapra olyan fagy volt, azt hiszem mínusz 12-13, egyszerűen a bogyók olyan volt, mint a pitykő, annyira kemény, kellett vele várni még 3-4 napot, amikor akkor is bevittem egy, nem melegre persze, de bevittem egy kis helységbe, ahol az a mínusz 5-6 fok volt csak, és másnap, következő nap aztán úgy tudtuk kipréselni. Hát persze, hogy ami a mennyiséget illeti, mondjuk ha hektárra számítjuk, tudjuk, hogy a szőlőtermésnél 80-90 mázsa a hektárhozam, jó jegben, a jégborna ennek tized része. Szóval, tehát hektáronként 8-9 mázsára is összeaszadhat. De a nagyon kellemes meglepetés volt az, amikor lepréseltük, mondom, hogy Adrián, te gyere, nézd meg ezt a fokolót. Fokolóval nem lehetett lemérni, 30 cukorfokig mér a fokoló. És akkor, hát annyival följe bemelkedett, ott nem volt már bejelölve a skála, hát mondom, ez olyan 32. És úgy is volt, hidegen, a kint, mikor présőtük, 7-8 fok volt mínuszban, és hidegen mutatta a 32-t. Na és persze, hát a Petreki így már többet mesélt erről a jégborról, na és akkor elmondta azt is, hogy hogyan kell pontosan megalapítani, persze, higítani vízzel egy az egyhöz, 34 mustfoka, cukorfoka van a mustnak. Mostan, mivel ilyen nagyon magas a cukor, meg a másik, hogy most a pincém is annyira le van hűve, lemértem 9 fok van a pincébe. Hát most az volt a megoldás, de itt mindenképpen ajánlatos faj élesztővel megindítani a erjedést. Vettem is hidegtűrő borélesztőt, el is készítettem úgy, ahogy van a utasítás, de csak nem akart elindulni, forni, és akkor hát persze mondom, az a helyzet, hogy hidegen van, és egy 20 literes üveget azt fölvittem a kazánházba, melegre, és az most már szépen, már olyan centis hab van rajta a tetején, szépen mostan pár napja indult meg. Mondjuk a 2,5 vagy 3 decis üveggel 20 eurótól egész 40 euróig kínálják. És én több vinotékában így, ahol kíváncsiságból megállok, vagy körbenézek, mindig megkérdezem, hogy na is, viszik ezt a jégbort ennyi pénzé? És azt mondja eladó, hogy igen, viszik, hogy névnapokra, ajándékba, karácsonyra, meg ilyen alkalom akkor. Jó, de én mondjuk nem erre a célra készítettem, hanem arra, hogy legyen nekünk barátoknak, meg tudják kínálni valakivel. Ez egy olyan bor különlegesség. Főleg azok a fajták felelnek meg jégbornak, amelyiknek vastagabb a héjuk, vagy erősebb a héjuk. Mondjuk egy irsai olivér, vagy egy olyan vékony héjú szőlő, ami mondjuk egy, hát nem is mondom, hogy újfajta Aurelius, mondjuk kimondottan szóba se jöhet, hogy abból jégbort lehessen készíteni, annak ellenére, hogy itt nálunk, mondjuk konkrétan Szögyénben volt nekem is egy parcellán belőle, 20-23-24 cukorfokot tudott ma őszi szüret idején. De viszont annyira érzékeny a botritiszra, meg ölé neki egy szüret teljes érésbe egy napos eső,
feleszőlő el tud menni. Ez az első próbálkozásom, ez a tél, ez nagyon bejött. Ez nagyon bejött erre. Na és akkor mondom a fajtákat. Szóval a késői fajtákból általában olasz Riesling, de inkább a rajnai Riesling. Érdekes, hogy a Müllerből is javasolják. Akkor a Chardonnay, muskotályos fajták, mondjuk a Morva muskotály, ha már az eléggé korai fajta, nem szokás belőle készíteni, de viszont a vörös fajtákból a Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, kék frankos, nem jöhet szóba a kék oportó, mert az is eléggé érzékeny a rothadásra, tehát vékony a héja, esőbe hama elpattan a héj is. Maga melyikből készített? Cabernet Sauvignon. Na és mikorra várható az, hogy majd a család megkóstolja körülbelül? Mikor szeretné megnyitni? Na így mondom, a mustot már megkóstoltuk, és érdekes, Adrián azt mondja nekem, apuka azt mondja, ebből kár is bort készíteni, ez annyira finom szirupnak, még ilyen jó ízű szirupot nem is, ugye, rendesen érzem az erdei gyümölcsöknek a ízét, zamatát rajta. Hát mondom, valami a borba is kell, hogy átmenjen, vagy megmaradjon, de viszont általában a irodalom úgy jellemzi a jégbort, hogy a banán és a naspolya ízének a keveréke, de viszont a egyes fajták tudják hozni, hogy ilyen ribizli bemegy át egy csöppet az amat, vagy tényleg az erdei gyümölcsbe, ehhez hasonló. Na és mikor a tervezi, hogy megnyitja majd, vagy a családot megkínálja? Hát, mi az első időpont maga szerint, amikor majd bemutatható a jégbor? Így mondom, hogy a forrás ebben esetben eltarthat egy hónapig is, a erjedés. Utána jön egy fejtés, egy következő hónap alatt letisztul az a bor, és akkor már fogyasztható, kóstolható. De azért a jégbornál is a értéket az növeli, hogyha át van téve fejtéskor egy fahordóba, és ott legalább egy fél évet érik.